Hamar végzek, nyugodtan megvárhatsz. Figyelj, nekem nincs kedvem itt várakozni, inkább elmegyek sétálok egyet. Miért nem vágatod le te is a hajad? Na, nekem van saját fodrászom. Nem fogom cserbe hagyni. Az csak egy borbély, aki itt ragadt a 70-es évekből. Az lehet, de 10 perc alatt megcsinálja, és 3 rongynál többet még nem hagytam nála soha. Azért nincsen soha normális frizurád, mert sóher vagy. Hát, nem fogom otthagyni a havi fizetésemet, ha este úgyis elfekszem a hajam. Hát csak egy haj, nem értem, mit kell egy foglalkozni. Brigi, már mehetsz is, Riki már vár téged. Ó, szuper, köszönöm. Na, az úr is szeretne egy hajvágást? Nem is tudom, hát nincs szabad időpontom. Semmi probléma, én pont ráérek, és szívesen megcsinálom. Igen. Ez tök jó, mert itt már elkezdett kicsit zavarni. Ó, látom. Igen. Brigi, gyere! Gyere ide! Ezt tőled? Igen. Na, milyen? Micsoda? A hajam. Ezt hogy érted? Milyen hajam? Jó, hogy ez már a... szóval ez a végleges. Hát igen, tudom, hogy irtózol a hirtelen változásoktól, de én nagyon bírom. Nem is nagyon szeretnék visszatérni a régi frizurámhoz. Jó. Hát, hogyha neked tetszik, akkor nekem is tetszik. Hát képest, hogy egyszerű hajvágás, és az ember szinte megújul. Ugye? Remélem, azért meg fognak ismerni az irodában. Hát az elején biztos, hogy lesz olyan, akit sokkolni fog a változás, de szerintem hamar hozzá fognak szokni. Tesztek. Úgyhogy jól nézd meg, Brigi. Most attól ez az új énem.